köszöntöm Önöket. Ez a Szóbeszéd a Rákosmente televízióban. Most arra voltam kíváncsi, hogy Önök mit szoktak sportolni, és örülnek-e neki, hogy Rákosmentének saját sportcsarnoka lesz. Jöjjenek a válaszok! Szabadidődben szoktál-e sportolni? Szoktam, igen. És milyen sportokat? Van nekünk otthon egy elliptic trénerünk, és azt szoktam gyúrni a tévé előtt. Valamilyen sportot nézni szoktál? Vagy ismeretségi körödben valaki? Nagyon szeretem. A férjem szokta nézni, igen. Meg sportfogadásokat is nézi. Főleg fitness. Hát ami én család mellett belefér. Milyen jó hatásai lehetnek ennek? Hát testre, lélekre egyaránt. Jó hatással van. Sportot nézni szoktam, de valamikor sportoltam is. És milyen sportokat űzött? Kiagáncsoztam a MTK-nál, és súlyt emeltem a későbbiek folyamán. Sportot, mindent. Ami úgymond a labdajátékat, fotbalt is szeretem, kézilabdát is, azokat is szoktam, hogy például a férfi kézilabda világbajnokságot is megszoktam, vízilabdát. Ami sport, ami úgymond örömöt, már pedig nekem minden sport örömöt okoz. Igen, sportoltam aktívan, de az már régen volt. Milyen sportok voltak ezek? Hát kérem szépen, asztali tenisz, régen ilyen nagyobb nevekkel játszottam együtt, mint a Faházi János. Akkor alapoztam meg az egészségemnek, lemerem fogadni, az egyik nagy százalékát, abból gazdálkodom én. Hát ezt ajánlja a mostani fiataloknak. Abszolút, csak ezt tudom ajánlani, és a szülőknek is, hogy erre tudatosan neveljék a gyerekeiket. A szobabicikli volt idáig, amit csináltam, de a térdizületeim tönkre mentek, és azt mondták, hogy nem szabad folytatnom. Viszont régen nagyon szerettem korcsolyázni, és azt most is nézem a korcsolyát. Műkorcsolya, gyorskorcsolya, ez a kettő. Például frisbizni szoktam, bowlingozni, néha dárcozok. Mi az oka annak, hogy ennyiféle sportot űzöl? Nem tudom, sokféle sport érdekelt már kiskoromtól fogva. Főleg ilyen fitness, de csak magán, tehát ilyen enyhébb jelleggel, vagy futni, sétálni, gyalogolni. Miért jó, hogyha az ember rendszeresen sportol? Hát az egészsége függ tőle, meg az életmódján így tud csak változtatni, hogyha sportol sokat és mozog, de csak annyit, amennyit az egészsége megenged, tehát nem szabad túlzásba vinni ezt se. Miért jó az, hogyha az ember rendszeresen sportol? Hát azt hiszem, hogy fizikálisan is, meg lelkileg is az embernek egy egyensúlyt ad. Egy jobb kollektíva alakul ki, stb. Az embert lefoglalja. Megőrizzük az egészséget, és azt mondták, hogy ez a hosszú élet titka. Hogy lehetne elősegíteni, hogy a fiatalok többet sportoljanak? Hát talán egy más kezdeményezés kellene. Tehát vannak jó olyan sportok, amelyek ugye elég drágák. Hát ugye kapcsolódnak dolgok, vinni kell a gyermeket kocsival, szülők, ugye mindenki a munkahelyén akar helyt állni, mert kell. Ugye? Talán egy kicsit a sportköröknek kellene bővülni, sportköröknek, és nem a drága sport felé. Hallottam már arról, hogy itt a kerületben, itt a Népkert mellett lesz egy sportcsarnok, ahol majd számos sportot lehet űzni, illetve nézni, rendezvényeket szervezni. Hallott erről? Igen, gyönyörű, szép lesz. Láttam a látványtervet róla fönt az interneten. Nagyon szép lesz, igen. Mindenképpen jó a családoknak vagy a gyerekeknek. Ön szerint miért jó, hogy lesz itt a kerületben egy ilyen? Hát talán jobban összehozza az embereket, a közösséget, a fiatalokat, és talán sportolásra is készíteti majd őket. Hallott-e már arról, hogy itt a kerületünkben a Népkert mellett fog épülni egy sportcsarnok, egy multifunkción? Mit tud róla? Tulajdonképpen a lányom informált erről. Sajnos én elég keveset vagyok itthon, most már mint nyugdíjas, talán igen. Én pozitívnak tartom ezt a dolgot, pláne a fiatalok részéről. Tartanám ezt nagyon üdvösnek. Úgy elnézem néha egyik másikat, vagy a túlsúlyból, hogy rajtam már van egy kis fölösleg, annak természetesen van oka, mert az ember ugye egy kicsit úgy mondtam, lustának nem mondhatom magamat, de a sport
területén már egy kicsit lazítottam. De nagyon szükséges volna, hogy nagyon nagy igénynek kellene, hogy legyen ez a fiatalok körében. Én azt mondom, hogy pozitív dolognak tartom ezt a kezdeményezést, mert attól függ, hogy lesz üzemeltetve. Ugye üzemeltetést fölépíteni, az is nagy dolog valamit, de hogy a önkormányzatnak lesz-e annyi pénz, ezt át kell látni gazdaságilag, hogy ezt hosszú távon minőségileg üzemeltetni kell. Megújuló energiával fog majd ez működni, tehát a fenntartási költségei elméletileg alacsonyak lesznek. Reméljük. Hát nálunk, én nem tudom, valószínűleg ezt meghatározza a sok minden a gazdasági helyzet. Ugye nyugat-európai országokban ugye rengeteg ilyen megújuló energiával tevékenykedő közintézmények, vagy akár a saját magánházak is föl van a szerep. Ott elég jól támogatják ezt a kérdést. Ön szerint miért lehet jó egy kerületnek? Hát mert többen el tudnak menni, hogy főleg, hogyha ingyenes, vagy hogyha nagyon kevésbe kerül, akkor jobban ki tudják használni, és lehet, hogy például én péceli vagyok, lehet, hogy könnyebben én is el tudom érni ezeket a lehetőségeket a gyerekekkel. Tehát akár itt a kerületnek a vonzás körzetének is ez jó lehet? Mindenképpen. Engem nagyon fog érdekelni, amikor megépült a Népkert, annak is nagyon örültem, nagyon tetszett. Hát kíváncsi leszek. Nagyon várom. Miért jó egy kerületnek, hogyha van itt helyben ilyen nagyobb rendezvénycsarnok? Népszerűbb lesz. Szebb lesz, följebb kerül egy ranglistán, amit biztosan nem sokan tudnak, biztos van ilyen. Nevezetesebb lesz, szebb lesz, jobb lesz. Szerintem számít. Elsősorban a testedzés szempontjából tartom fontosnak, másosorban pedig elfoglalás szempontjából, ahol a szülők is követhetik a gyermekeknek a volt létüket, és nem csak az utcára vannak kiterelve, aztán majd lesz velük valami alapon. Miért jó egy kerületnek, ha van egy ilyen sportcsarnok? Az iskolák miatt is, ugye azok is tudnak mocsát rendezvényeket csinálni, meg hasonló összejövetelek miatt. Mai műsorunk véget ért, de jövő héten újabb témával, és persze újabb szóbeszéddel jelentkezünk itt a Rákosmente televízióban. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!